Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy nagyon érdekes kérdést fogunk körbejárni. Mindenkinek van teendő listája, vagy a fejébe tartja, vagy papírra leírja, ez már egy haladóbb megoldás, vagy pedig számítógépen tartja. Én elég sokat kipróbáltam, elég sok elgondolást végignéztem, melyik program és melyik megoldás lenne számomra a legjobb. A legjobb a todo.txt megoldás, majd megbeszéljük, hogy mi ez, illetve írok róla egy cikket, hogy miért is érdemes ezt a megoldást használni. Azaz gondolkodjunk el azon, hogy miért kellene valamit leírni, egy todo, azaz olyan listát, amit én meg fogok csinálni, teendő listát összehozni. Miért fontos ez? Tegyük hozzá, ha valakinek nincs ingere arra, hogy ilyen megoldásokat akár egy papírra, füzetbe, vagy akármire fölírja, hogy milyen teendői vannak, milyen gondolatai vannak, mit szeretne a jövőben megcsinálni, annak hiába fogok magyarázni. De hogyha van valami ingered, gondolatod arra, hogy te már egy kicsit rendszerezettebben csináld a dolgaidat, akkor természetesen első gondolat az, hogy mivel, hogy mi számítógép mellett élünk, ezt használjuk, és a kedvenc rendszerünk a Linux, így bizony jó lenne rábízni a rendszerre, a Linux rendszerre ezt a dolgot, és szeretnénk ezt valamiképp megoldani. Miért kell? Miért? Mert amit én leírok, azt nem felejtem el. Azaz előfordul, hogy valaki telefonban mond nekem valamit, meg kellene csinálni, és 5 perc múlva más hív, fontos dologba, és elfelejtem az előző gondolatot. Ha nem írom föl, nem jegyzetelem le, akkor biztos, hogy valami kimarad. A másik, ami valóban igaz, hogy amit én leírok, azt el is fogom végezni. Miért? Mert ott van előttem egy lista, és kihúzogatom azokat a témákat, amik el vannak készítve, na ez elég magyar talán lett, szóval amit elkészítettem, és utána már látom, hogy milyen feladataim vannak, és érzek egy kényszert, hogy bizony, ha fölírtam, ott a listába, ott csúfoskodik valami már 2 hete, azt meg kéne csinálni. Lehet, hogy 10 perc, de meg kéne csinálni, és nem mondom, majd később, hanem most. A harmadik, amit ide nem írtam föl, de nagyon fontos dolog, mindenkinek vannak teendői. Ha szépen felsorolod a teendőidet, akkor csoportosítani tudod, azaz mondjuk azt, hogy be kell menni valahova a városba, vagy el kell menni valamelyik üzletbe, ha felírod, hogy mit szeretnél ott elintézni, és gyűjtögeted ezeket az elintézendőket, akkor teszem azt, hamarabb el tudod végezni, hiszen nem marad ki semmi, nem itthon jut eszedbe, hogy bizony az obiból még ezt kellett volna, valamit még vásárolni, Szent Isten, elfelejtettem, vissza kell menni. Ami idő alatt egy-egy ilyen elfelejtettem, és el kell intézni témát. Bizony elintézel, odáig ezeket a gondolatokat rendszerezni tudod, és el is tudod végezni, majd a későbbiek folyamán, ha már föl van írva, nem marad el. Milyen legyen? Egyszerű. Nagyon sokat kipróbáltam, és bevallom őszintén, vannak nagyon-nagyon szép és jól működő project manager dolgok. Bizony, ez nem nekem való. Nekem az kell, hogy egyszerű legyen, azaz ne legyen túl bonyolult, ne kelljen sok mindent kitölteni, ne tudjak össze-vissza vele variálni, mert amíg én felírom, az bizony egy perc. De hogyha már ide-oda tologatom a dolgokat, hát az bizony lehet, hogy 20 perc, mert hú, de nagyon szépen be akarom rendezni. Ilyen nekem nem kell. Nekem az kell, hogy egyszerű legyen. Azaz ne legyen sokkal bonyolultabb, mint amikor régen egy vonalas füzetbe, A4-es, szép vonalas füzetbe írogattam fel a teendőimet. Ne legyen bonyolultabb. Ott se volt lehetőség, különböző lehetőségek, alprojektek, egyebek fölírogatására, rajzolgatására. Nem. Nekem csak annyi kell, hogy fel tudjam írni, egyszerű legyen. Legalább 3 féle csoportosítás legyen, azaz össze tudjak rakosgatni teendő csoportokat, megfelelő gondolatok mentén össze tudjam rakosgatni ezt, tehát 3-4 féle olyan elgondolás szerint tudjam csoportosítani, megjelölni a teendőimet, régebben piros, zöld, kék és fekete, azaz a Tesco-ba kapható Signeton nevű tollacskák színeivel szoktam megjelölni azt, hogy mi a sürgős, mit kell elvégeznem most, mi az, amelyiket később ráérős kategóriába be tudok rakni.
azaz legalább a mi csoportosítás lehetősége legyen. Ez a csoportosítás sokféle elgondolás mentén lehetséges, de nekem az a lényeg, hogy ne annyi legyen, hogy egy szöveges fájlba fölírogatom, hogy mit kell csinálni, hanem annél egy kicsit strukturáltabb megoldás kell. Az adatokat sima TXT-be tárolja, azaz, ha akármi van, meg tudjam nézni. Nem fontos, hogy TXT legyen, a Todo TXT természetesen sima TXT fájlt használ, de az nekem nem megfelelő, hogyha véletlenül áttérek egy másik programra, akkor bizony újra kelljen beírni, azaz valami normális, emberi szem számára látható, emberi szemmel olvasható megoldás legyen, azaz ne legyek hozzákötve egy adott programot. Nekem nagyon fontos az, hogy rendszerfüggetlen legyen, tehát apimilch, flatpak, akármi megoldás legyen, vagy a forráskódhoz hozzáférjek, ne csak úgy, hogy azt mondom, hogy bocs, de ez a program, amiben írogattam a mai napig, az nem kell, hanem másikat szeretnék használni, hanem olyan is legyen, hogy bizony, hogyha rendszert váltok, Linuxról áttérek Windowsra, vagy egyébre, vagy esetleg Archról áttérek Debian alapra, akármire, akkor tudjam vinni a programot, és tudjam vinni az adatbázist. Egy idő után valóban egy adatbázis jön össze, aminek az újra beírogatása bizony számomra már egy kicsit macerás lenne, és elmenne tőle a kedvem, és utána úgy gondolom, hogy a francokat hagyom az egészet, és inkább írogatom papírra. Azaz teljesen független szeretnék lenni mindentől, és a to-do list, azaz a to-do TXT az egyértelműen minden gond nélkül megadja számomra azt, hogy emberi nyelven olvasható. Nézzük is meg, mit jelent számomra az, hogy emberi nyelven olvasható valami, és ez nagyon fontos. Megnyitottam az adatbázist, időzőjeles adatbázis, és látjátok, egyértelműen be tudod azonosítani azokat a teendőket, a határidőt, a kategóriát, az ilyen vagy ilyen kategóriát be tudod határolni vizuálisan. Azaz, hogyha lerobban a gépem, csak pendrive-on, mert azon tartom ezt az adatbázist, ezt a szöveges fájlt, akármilyen gépbe bedugom, a legegyszerűbb szövegszerkesztővel is tudom olvasni. Jó, oké, lehet, hogy csak szöveg lesz, és fehérek lesznek a betűk, és nem ilyen szépen kiemelt színezet, de legalább tudom kezelni. A TXT a sima szövegnek megvan az a jó tulajdonsága, hogy akármilyen erre rendeltetett programmal tudod olvasni, és ennek nincs mása. Oké, nézzük is meg, mi az, ami számunkra fontos. Számomra az a fontos, hogy bizony egyszerű legyen, átlátható legyen, és megtaláltam ebbe a Todo TXT-be, felmentek a Todo TXT.org oldalra, elolvassátok, illetve a blogomba elolvassátok azokat az ismérveket, hogy miért szeretnék én egyszerű szöveges fájlba tárolni adatokat, amikor rettentő jó adatbázis kezelők vannak. Miért szeretném? Azért szeretném. Olvassátok el, meghallgassátok meg, amit előbb elmondtam, azaz szövegbe szeretném tárolni. Másik, amit mondtam, hát bizony jó lenne, ha lenne hozzá megfelelő mennyiségű és minőségű program, ami között tudok válogatni és tudok váltani, hiszen hogyha van egy adatbázisod, ami egy adott adatbázis kezelő project manager programhoz van hozzárendelve, akkor nem biztos, hogy egy váltás után újra beírogatás nélkül megoszod a dolgokat. Lehet látni, hogy jó néhány program készült hozzá, desktop, na hát ez nagyon szép, grafikus, hajrá, hajrá gyerekek, grafikus felület van, oppá, webes felület is van hozzá, szuper, pluginok és addonok is vannak, hát bizony eldöntött, hogy neked melyik a kedvenc szövegszerkesztőd, valószínű az Atomhoz, egyébhez találsz egy olyan eszközt, minimum tudod szerkeszteni, na hát szövegfájt azt bármivel lehet szerkeszteni, ami erre rendeltetett, de legalább egy kis szintaktika kiemelése van, színesbe fogod látni, vagy egyéb kellemességeket tud tenni. A G-Edithez ez nagyon elterjedt, nagyon kényelmes a subtext, hát tudjátok a kedvenceim, a Vimhez, meg egyébhez vannak dolgok, illetve hát van, hozzáteszem, CLI, tehát terminálos kis programocska, ami ennek a szerkesztéséhez
kiemeléséhez, szűréséhez, rendezéséhez rendeltetett. A többi, hát bizony, hát gondoljuk bele, van Androidhoz is. Ki az, aki nem használ manapság mobiltelefont? Annak egy része nyilván Android van, és ennek örömére ott is tudod használni ugyanazt a szövegfájt, ugyanazt az adatbázist. Ennél kényelmesebb nincs. Azaz, nézzük is meg, hogy én mit választottam, ekközött a sok rengeteg egyéb, és nagyon jó, többet kipróbáltam, általában azt kell mondanom, hogy nagyon jó, eszköz közül, hát bizony én a legutolsót, a Slack-et választottam, rákattintasz, nézzük is meg, mit tud ez a Slack nevű eszköz, free, ingyenes, open score, azaz, itt van, megnézheted, és hogyha van hozzá ismereted, át is alakíthatod, és elérhető Linux, és Windows, és macOS alatt is. Hát ez szuper, gyerekek, szuper. Leírást elolvassátok, és telepíteni kell. Indítsuk is el a programot, és utána gondolkodjon el mindenki rajta, hogy milyen egyszerű. Nagyon egyszerű, és könnyen beállítható eszköz kapunk. Első körben olyan indul el neked, hogy hát bizony, légy szíves egy TXT fájlt létrehozni, rákattintasz, hogy hova szeretnéd elrakni, és bizony létrehozzad adatbázist, időzőjeles adatbázist, bár véleményem szerint a TXT is lehet egy jó kis adatbázisunk. Látható, nagyon egyszerű a felépítése, a felépítés nagyon egyszerű. Különböző kategóriákat tudsz létrehozni. Első kategória az, hogy mikorra kell elvégezni. Ez nem feltétlenül szükséges, tehát itt nem kell mindenképp minden adatot megadni. Gyakorlatilag van egy lejárati idő, amit szeretnék beírni, nyilvánvalóan, hogy meddig kell elvégezni egy feladatot. Az nagyon jó dolog, hogy ez szerint is tudod rendezni. A következő gondolat, hogy bizony prioritás szerint is be tudod rendezni A-tól Z-ig. Nagyon egyszerű. Miért? Mert ha megnézed itt, akkor egyértelműen zárójel A, az azt jelenti, hogy A prioritása van. Hogy te nem prioritásokat raksz be, hanem kategóriánként gondolod, hogy az A a munkáddal, a B a családdal, C a kerttel, D az udvarral kapcsolatos teendők, az teljesen mindegy. Ez egy prioritás. Azaz a prioritás szerint is be tudod rendezgetni, azaz előre kerülhetnek a gyorsan, hamar, fontos dolgok, és háttérbe le a lista aljára azok, amik kevésbé fontosak. Tehát már van dátum, meg egy prioritás szerinti dolog. Mind a kettőt egyszerre is tudod használni, hiszen itt látható, hogy van dátumunk, és ehhez is adhatunk egy dátumot, hogyha szeretnénk, és hozzáadunk egy dátumot, és legyen ez 9-e, és mentjük, és akkor már is kapott egy dátumot. Nagyon egyszerű, látható kategória, dátum. Illetve észrevehettétek azt, hogy ha rákattintunk, hogy bizony van ismétléses gondolat is, hogy naponta, hetente, üzleti nap, normál munkanap, illetve évente, havonta szeretnéd, hogyha ez ismétlődne, tehát bekerüljön egy ilyen kategóriába, hogy ismétlődik hetente ez a feladat, és akkor, amíg ki nem töröd, odáig ez megmarad. A másik gondolat pedig az, hogy még kettő darab kategóriát létre tudsz hozni, az egyik kategóriát egy plusz jellel indítod, plusz jel, nincs space, és kap egy nevet, és utána megkapja az MLV, Magyar Linux Videók csatornára elkészítendő dolog, és egy kukaccal indíthatsz másik kategória fajtát, az a sorozatok közé berakandó dolgokat jelzi. Azaz, hogyan hozol létre egy új bejegyzést a plusz jelre, vagy a Ctrl-N-re kattintva. Én azért szeretem, mert Shift és zárójel és V prioritás, ide írom, hogy ez egy új, és plusz jel, ha plusz jelet megnyomod, az adott plusz jelhez kapcsolódó, tehát az ilyen kategóriák szerint van már egy MLV, de legyen egy teszt nevű kategóriánk, és kukac, és ide beírjuk, hogy teszt, még egy bejegyzés, és utána nem akarok neki adni időpontot, hozzáteszem, nagyon kényelmes betűket így simán be tudod irogatni, de én azért szeretem, mert valóban egy gépeléses megoldása, tehát nem kattogtatásos módszerrel, hanem gépeléses módszerrel be tudjuk írni.
Az, hogy ez egy új, ez egy rövid szöveg, de hosszú szövegeket is tudsz beírogatni, hiszen nincs korlátja, hogy milyen hosszú. Nyilvánvalóan nem a háború és békét kell oroszul begépelni, csak annyi, amennyi kell, de nyilvánvalóan bármilyen hosszú szöveget, vagy linkeket, leírásokat, egyebeket be tudsz illeszteni, és menteni kell, és utána látod, hogy van egy V elnevezésű, hát háttérbe szorított feladatunk, ami a teszthez tartozik. Nézzük is meg, hogy oké, ez szép, hosszú, és dátum szerint is be tudjuk rendezni, meg egyéb szerint is be tudjuk rendezni. Hogyan tudjuk mondjuk kiemelni az A, azaz magas prioritású dolgokat, rákattintunk, és utána csak az A prioritású dolgokat fogjuk látni. Visszakattintunk, akkor az összeset. Oppá, gép karbantartással kapcsolatos gondolatokat szeretnénk lehívni, és akkor megjelennek azok a kategóriák, ami a gép karbantartáshoz tartoznak. Megint rá kattintunk, vagy ide a resetre kattintva megint előugrik. Nyilvánvalóan a projektek szerint is be tudjuk rendezni. Az MLV, majd a Linux videóra tervezett dolgokat bizony szeretném megnézni, hogy mi ezzel a projekttel a teendő. Hát van egy olyan, ami a Slack, azaz ehhez a programhoz tartozó videót szeretnénk elkészíteni, illetve természetesen van még egy restanciám a hangvágásos, hangjavításoshoz bizony, hogy saját hangjavítása című videót is el tudjam készíteni. Oké, eljutottunk odáig, hogy az összes rendezési feltételt megismertük, azaz ki tudjuk válogatni a kategóriák, a prioritások, a projektek és egyebek szerint is. Oké, ez nagyon szép dolog, de a rendezési formátumot szeretném én megváltoztatni, ne úgy jelenjen meg, hogy bizony határidők szerint legyen a listába, hanem egyéb. Hát bizony erre rákattintunk, prioritás szerint fog megjelenni A, C és V, és a kategória, prioritás kategória nélkülit is így külön. A többi beállítás viszonylag egyszerű, akármit be tudunk itt állogatni, zoomolni is tudunk, meg egyebeket is tudunk tenni. Hát hogyha rázoomolunk, hogy kisebb legyen, nagyobb legyen, természetesen olyanra állogatod, ahogy a szemed, illetve a monitor felbontásod az elvárja. Beállítás, több beállítás is van, az első gondolat az, hogy bizony hova szeretnél TODO.txt-t készíteni, melyik könyvtárba, többet is használhatsz egyszerre, van sötét, illetve világos megoldása, ez nagyon kényelmes, én ezt a sötétet nagyon szeretem. Volt olyan nagyon jó megoldás, ami csak világos volt, és az nekem nem jó, a szememet bántja. A beállítások nagyon-nagyon egyszerűek. Oppá, van egy notifikációnsz, azaz például beállítod, hogy 9-én szeretnél elvégezni valamit, akkor 9-én elindítod a programot, akkor bizony ide kidobja a jelzés, hogy ma ezt, meg ezt, meg ezt kellene megcsinálnod. Tehát nagyon kényelmes és figyelemfelhívó dolog ez, hogyha háttérbe fut, vagy indítod, hogy bizony jelzi számodra, hogy hát bizony ezt el kéne végezni. Itt is változtathatod a dark, illetve a világos módot. Én itt rögtön nagyon kényelmesen be tudom állogatni. A következő beállítások a tray-re, tehát leminimalizálja, hogyha olyasmi van. Ha minimalizálod, akkor ki tudod nyitni, be tudod csukni, illetve új dolgot hozzá tudsz adni, új bejegyzést, hát nem akarok új bejegyzést adni. Ha egy feladattal végeztél, kipipálod, illetve elvégzésre kijelölted, és elvégezted, eltűnik. Ha pedig véglegesen törölni szeretnéd, a delete gombra kattintva, el fog tűnni örökre, ennyi. Gyakorlatilag villámgyorsan hozzá tudunk adni egy bejegyzést, a bejegyzéseket különböző elképzelések szerint szortírozni tudjuk, alkategóriákat létre tudunk hozni, azaz kényelmesen, gyorsan be tudjuk rendezni a teendőinket. Ha ezt normálisan futtatod, azaz gyakorlatilag mindig kéznél van, a tray-re összenyomod, és esetlegesen előkapod, amikor kell, akkor semmi feladat nem marad el, amit neked el kell végezni, és azért kellemetlen, valljuk be, kellemetlen, ha valakivel valamit megbeszélsz, vagy valami eszedbe jut, és szeretnél megcsinálni, és azért felejted el,
mert nem írtad fel, az bizony ciki és kellemetlen, és ettől nagyon-nagyon jól megóv, akár egy jegyzett papír is, de az el szokott keveredni, de egy ilyen számítógépes program még egy kicsit szép is, motiválja az embert, hogy ha bizony itt van a gépen, és egy kattintással, egy billentyű kombinációval elő tudod kapni, akkor legalább beírod, és látod, és megcsinálod. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok! És bizony, én már ezt ki is tudom pipálni, és ki is tudom törölni, mert ezt a feladatot elvégeztem. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!